Ez egy higiénés kézfertőtlenítőszeres sterilium, amiben bele van keverve egy UV-reagens, a vízirab, ami az UV-lámpa alatt megmutatja, hogy megfelelően sikerült-e a higiénés kézfertőtlenítés, mindenhová jutott-e a kézen a fertőtlenítőszerből. Ki is próbálom, hangsúlyozom, hogy nem szabályosan, úgyhogy kiderül, hogy hogy is sikerül ez a művelet. Néhány óra alatt akár 500-1000 baktérium is megtelepedhet tenyerünkön és ujjainkon, szennyezve azokat a felületeket is, amelyekhez hozzáérünk. A kézmosásnak így különös jelentősége van a hétköznapokban, valamint az egészségügyi, szociális ellátóhelyeken is. Ó, ott kellett volna. Igenis, az a legkritikusabb pont. Semmelweis Ignác felfedezése a kézfertőtlenítés fontosságáról az 1840-es években gyermekek ezreit mentette meg. Ő a klórmeszet választotta fertőtlenítőszernek, és kötelezte orvosait, ápolóit, hogy a szülészeti osztályokra mindig klóros kézmosás után lépjenek be. Ma a Józsa András Oktatókórházban tartottak kézhigiénés világnapi vetélkedőt, a különböző osztályokon dolgozók tesztkitöltéssel kezdték a versenyt. A mai napnak tulajdonképpen a jelmondata, a kézhigiéne segíti a biztonságos sebészeti betegellátást. Gyakorlatilag ez ugye azt jelenti, hogy nagyon lényeges az, hogy milyen biztonságos körülmények között tudunk egy műtétet elvégezni, hogyan tudjuk védeni a beteget, illetve hogyan tudjuk védeni saját magunkat is. A vetélkedő résztvevőknek többek között a zsilipelést, azaz a műtéti beöltözést is be kellett mutatniuk. Bármennyire is tisztán tartjuk a kezünket, és szabályosan végezzük el a higiénés ceremóniát, illetve a fertőtlenítő kézmosást, a ruhánk, a bőrünk, a környezetünkről bármilyen rám kerülő mikróba csak a beöltözéssel távolítható el. És nem mindegy, hogy egy nyitott sebbe, vagy egy nyitott légútban milyen fertőző baktérium, illetve fertőző ágens kerül be. Ezen a felvételen pedig már egy szabályos, bedörzseléses kézfertőtlenítés látható. A mozdulatsor vagy a szappanos kézmosás azért fontos, mert a kéz tekinthető a legszennyezettebb bőrfelületnek.